Hát szevasztok, gyerekek, tudom, hogy türelmetlenül várjátok, hogy végre megérkezzen a nyár. Jó hírem van, megérkezett. És tudjátok, hogy miért lehet tudni, hogy megérkezett? Mert hogy itt van az új Street Kitchen magazin, a nyári szám. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Most érkezett frissen a nyomdából, még festékes, nézzetek, ha belenyomom az arcom. Csupa festék leszek, annyira friss az egész. Arra gondoltam, hogy egy kicsit belelapozok nektek ebbe a magazinba, amin egy egész food team, egy komplett csapat dolgozott 2 hónapon keresztül. Úgyhogy végigpörgetem egy kicsit nektek. Sőt, tudjátok, mert inkább üljetek le nyugodtan, és felolvasom. Jó az egészet? One eternity later. Jó, nem fogom felolvasni, de azért belepörgetünk. Rögtön, hogyha az ember elkezdi lapozgatni, az elején ott van 2 szuperkönnyű kis nyári tea, amit Zsuzsi, Rozi Kacsa barátnőnk dobott össze, egy málnásmentes, egy gyömbéres barackos, és aztán innentől meg csak durvulnak a dolgok. Bográcsos kaják, például bográcsban sült pizza, hoppácska, aztán kínai étterem otthon. Tudjuk, hogy szereti a kínai kajákat, mert mi is szeretjük a kínai kajákat, úgyhogy toltunk nektek egy pár frankó, igazi kínai receptet, ami még a különlegessége ennek a számnak, hogy Kalas Györgyinek köszönhetően iszonyatosan fel van pörgetve cikkekkel. Például olvashatok egy nagyon érdekes cikket a Lellei konyak manufaktúráról, átlapozgatjátok, és rögtön konyak mellyről fogtok ábrándozni. Ó, Istenem, édesapámnak a kamu somlói galuskás receptjét ki ne hagyjátok. A Joli mama már egyszer leközölte a titkos családi somlói galuska receptjét, most az apu megcsinálta ennek a megúszós változatát. Fú, de most nagyon durván rákattantam a receptekre, miközben van még egy fontos info, amit tudnotok kell, hogy ez az első igazán tematikus lapszámunk, a Balatonról szól, a magazinnak egy hatalmas nagy része. Tudjuk, hogy imádjátok a Balatont, mi is rengeteget vagyunk lent, tavaly is körbeautóztuk már és felzabáltuk egyébként, úgyhogy éppen ezért készültünk egy kis meglepetéssel. Minden egyes magazinban ott lepul egy csodálatos Balaton térkép, ezt nézzétek meg. Körbeautóztuk, felzabáltuk az egész Balatont, ugye ez a projekt még tavaly indult el, és szépen bejelöltünk nektek több mint 50 helyet, olyan helyet, amit leteszteltünk, és amire azt gondoljuk, hogy tényleg érdemes őket meglátogatni. A térkép másik oldalán ott van minden hely, leírva, hogy hol találjátok, mit találtok, hogy néz ki, mit kell róla tudni. Úgyhogy egy ilyen fantasztikus térképpel is bővült a cucc, és hát ha már a Balatonnál tartunk egyébként. Balatoni receptek, balatoni tippek, mondok nektek egy párat, az arcok, figyeljetek, olyan balatoni arcokat mutatunk nektek, mint például a Kocsics Jenő, akinél szintén tavaly voltunk egyébként a Pörzben fölzabálni. Hát az ő kajáit azt már ismerhetitek, most egy kicsit betekintettük a kulisszák mögé, megmutattuk a srácot, magát, illetve a sztorit. Felturbódott strandkaják, gyerekek, iszonyatos, iszonyatos jó. Hát itt ki kell emelnem egy, meg is kellünk egy pillanatra, a Juicy Lucy Corn Dog. A világ egyik legbrutálisabb junk kajája, hogy pontosan hogy néz ki, azt most nem is fogom elmondani, de ugyanennyire felháborítóan jó a brassói gyírosz. Megcsináltuk a magyaros gyírosz, gyerekek, ez is benne van a balatoni külön számunkban. Jancsa Jani is benne van a magazinban, mert annyira fantasztikus srác és olyan jóképű, hogy mindig berakjuk a magazinunkba. Ráadásul most a jóképűségen kívül egy iszonyatosan durva sörburgert is elkészített, gyakorlatilag az összes hozzávalójába, a buciba, a békönbe, a húsba, mindenbe rakott egy kis békönt, nem is sört, ez az állat. Édesapám kezenyomát viseli az elfelejtett balatoni receptek szekció. Hát itt is elég komoly dolgok vannak, csak egyet mondok, a bakonyi betyárgulyás. Fú, és milyen jól csinálja az apu, úristen. Aztán ugye a Petivel, az öcsémmel voltunk tavaly felzabálni Madridot, iszonyatosan rákattantunk a tapaszokra. Én azt gondolom, hogy ez is egy nyári buliba iszonyatosan ütős lehet, úgyhogy egy pár Spanyolországból, Madridból ellopott tapaszreceptet is belepakoltunk még. Egész jól áll nekem a napszemüveg, nem gyerekek? Nyár van, forróság van, fagyizni kell, éppen ezért 3 brutális fagyi receptet is találtok benne a magazinban. Mindegyiket próbáljátok ki, de olyan, amit tényleg házilag meg tudtok csinálni. A junk témát azt még nem fejeztük be, volt a Juicy Lucy, ugye, amit mondtam már korábban, de hát van nekünk kolbászos mac and cheese receptünk is, meg pulled pork enchiladánk. Szóval, hogyha valaki szereti az ilyen cuccosabb junk kajákat, akkor meg fog őrülni. Aztán mondtam, hogy a Kalas Györgyi nagyon jó kis cikkeket írt, Rozmarin kis vendéglő és Kis Sándor, az ő sztoria is megtalálható, fantasztikus olaszos kajákat készít a Balatonparton, a csávó. Aztán, amire nagyon büszke vagyok és amit nagyon bírok, nagyon szexi lett,
négy csaj, négy süti, nálunk a csapat tagja Timi, Lilla, Nóri és természetesen Kinga, mind a négy csaj összedobott egy dögös sütit, tehát nézzétek meg, hát mondjam azért, hát mondom, jó, csak hogy kicsit kedvet kapjatok hozzá. Timinek áfonyás sikottás pitéje van, úristen, egyébként mindenket megkóstoltam, természetesen brutális jó. Hát aztán Nóri hozza a szokásos stílusát, ilyen nagyon szexi, nagyon brutál, nagyon krémes citromos mána torta. Lilla, ho-ho, a Lilla blondit csinált, tudjátok mi ez a blondi? Hát a brownie csak fehér csakival vágjátok, blondi, nagyon menő lett. És a Kinga, aki egyébként meg azt nyomatja állandóan, hogy mindent szuperlájtosan és egészségesen kell csinálni, hát én lazán egy habcsóktekercset így összedobott, megeszitek és kifekszettek ott rögtön a parton. Na most kb. Egyébként a 20%-át mondtam el ideig annak, ami ebben a magazinban van, mert brutális, nagyon sok a recept, nagyon sok az arc, nagyon sok a hely, ott van az a térkép, amit mondtam. És még egy dolog egyébként, ha már nyár, akkor sörözés, és hogyha sörözés, akkor csináltunk nektek egy posztert is, ki lehet dobni szépen a falra, vagy a hűtőnek az ajtajára. Ezek ugyanis a legtutibb sör és kaja kombók. Szóval így néz ki az új nyári Street Kitchen magazin, sörös melléklettel, balatoni térképpel, rengeteg recepttel, rengeteg sztorival, már minden újságárusnál kapható, meg persze nálunk is a webshopban, úgyhogy csekkoljátok, csá!